Kávéházunk mai vendége ízig-vérig újpestinek vallja magát, holott számtalan helyen megfordult már az országban, mindenhol játszott. Vendégünk a friss Kossuth Díjas Pásztor Erzsi. Kezicsókom, köszöntöm, örülök, hogy itt van. Én is örülök. Pont arról beszélgettünk az előbb, egyrészt, hogy milyen meleg van, másrészt, hogy most jött vissza a posztról, Pécsről, igen. Hiszen a színész zsűri tagja volt. Ráadásul egy olyan városba tért vissza, ahol annak idején 14 éven keresztül játszott. Milyen volt ez a visszatérés? A találkozás. Nagyon kellemes volt. Hát először is ugye Pécs is a szívem csücske, mert hiszen ott született a gyermekem. Ez mindig az marad. De most már ritkábban járok oda, mert olyan sokat utazom, hát azért, hogy játszak és a megélhetésért, azt akartam mondani, hogy a kenyérért, de az is benne van ebben. Ugye Sopronban, Győrben, Szegeden, Kecskeméten játszottam az utóbbi időkben, mikor már Madách Színháznak vége volt, és akkor így ritkábban jutok el, bár az öcsém még ott élnek, általam kerültek oda, mert ugye hát én 14 évet valóban ott töltöttem. Akkor is gyönyörű volt a város, én nagyon szerettem, a tetjét imádtam, és ráadásul oda is voltam kényszerítve, mert veszélyeztetett terhes voltam, és onnan nem mozdulhattam el még nyáron se, azon a nyáron. És akkor azt hittem, hogy utálni fogom világéletemben. És azóta is szeretem nagyon, most meg hát nem is ismertem rá semmire. Egész más, és most is gyönyörű. Csak ugye ott jártam az utcákat, amikor szabad voltam délelőttönként, és mindig leültem egy-egy padra, és annyi millió emlék jutott eszembe. És milyen érdekes az ember, ugye, hogy amikor elmúlnak azok a rossz dolgok, amik akkor nagyon súlyosnak, úgy érzi az ember, hogy ez borzasztó, ez megalázó, ez szörnyű, ez rettenetes. Utána csak olyanokra emlékeztem, amik jó dolgok voltak. Igen, még az SZTK-t is kerestem, de szemrehánytam, hogy micsoda dolog ez, hogy ezt így hagyják romosodni, mikor én ott annyiszor megfordultam. És ami nagyon hiányzott, az nekem a nádor. Szóval az nekem a nádor annyira hozzátartozott Pécshez, mert azt még pécsi színésznőkorom előtt, az volt az első találkozásom Pécssel, a Tenkes kapitányát forgattuk, és ott laktunk. A nádor szállóban. Igen. És csak azért, hogy ezt valaki itt nem tudná, ez egy szálloda, és egy nagyon híres pécsi kávéház. És egy nagyon híres pécsi kávéház, és amikor ugye, hát nem vetett föl a pénz bennünket soha, de azért azt mindig megengedtük magunknak azt a luxust, hogy szombat-vasárnap, ha nem próbáltunk, akkor még nem volt divat az, hogy szombaton és vasárnap is éjjel-nappal és látástól vakulásig, akkor a nádorba mentünk ebédelni, és akkor olyan elegáns volt, és az úgy megadta nekünk az egész heti további munkakedvet. És tudjuk, hogy nagyon színház szakmáznánk, hogy ilyesmi végignézett azért naponta két előadást, ami egyrészt eléggé fárasztó lehet, másrészt pedig mi volt a benyomásom? Az volt a benyomásom, hogy tulajdonképpen az egyik barátnőm megkérdezte tőlem, hogy akkor most mit tudnál mondani a mai magyar színjátszásról? Hát abszolút semmit. Azon kívül, hogy vannak remek színészeink, nagyszerű színésznőink, és egy-két jó rendező. De ez nem mutatja föl azt a képet, ami valójában van, bár nekem nagy dolog volt, mert ahogy említettem is, hogy olyan sokat járok vidékre, ugye, az utóbbi időben, és hát 20 éves már elmúltam egy pár hónappal. Nem sokkal. Nem járok színházban, most az utóbbi időben nem voltam, nem tudtam sem. Illetve hát tudok azért a szakmában, amit beszélnek, csak az. De hát arra soha nem adtam, mert színészek szeretik kiszínezni a dolgokat, és valaki nem szeret valakit, akkor azt mondja, fúj, de rossz színésznő. De ez nem így van. Azt meg ritkán mondják, hogy fúj, de jó színésznő. De én speciál azért örültem most, mert mi hárman voltunk a zsűriben, és mind a hárman olyanok, Margitai Ági, Gáspár Sanyi és én, és mind a hárman annyira tudtunk örülni egy-egy kollégánk sikerének, hogy ez egy öröm volt így együtt lenni. Csak egymásra néztünk, és előadás végén tudtuk, hogy mi az, ami tetszett, és mi az, ami nem. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, nagyon jó, és nagyon-nagyon nagy boldogság volt az, hogy azért olyan dolgokat láttunk, hogy mivé érik egy színésznő, akit évek volt, vagy egy fiúcska például, hogy egyet kiragadjak, a Földesi Margitnál is játszottam én fönn az IBS-ben, és neki van egy ilyen iskolája, ahol megismertem
Csizmadi a Gergőnek hívják a fiút, aki egy szemtelen, nyegle, kek, rendre utasítottam, sőt, azt hiszem, kicsit meg is legyintettem annak idején. És ő a pályára került, és évek óta nem találkoztunk, és egyszer csak most a színpadon, hát komolyan mondom, majdnem elsírtam magam a gyönyörűségtől, mert annyira megrendített, hogy először is egy fes, dekoratív jelenség, gyönyörűen beszél. Hát szóval öröm volt látni, de ezek nagy örömök, nekem legalábbis, én nagyon-nagyon szép. Én annyira tudok örülni, például Kovács Adélnak volt olyan alakítása, a Vágyvillamos, most azon a címen megy, a darab Vágyvillamos. Radnóti előadása. Igen, hogy két napig én nem is tértem magamhoz, és mikor megláttam az Adélt, nem aznap, amikor láttam, hanem másnap, amikor akartam neki gratulálni, előbb jó kísértem magam, és csak úgy tudtam oda menni hozzá, mert így hat rám, ha valaki jó, annyira tudok örülni neki. Annyi újrakezdés volt az életében. Mindig annyi... újrakezdés volt, mert a pályám sem volt teljesen sima, mert azért sok buktató volt itt, nagyon nehéz göröngyös pályám volt, ami nem, most már abszolút nem zavar, és akkor is mindig fölálltam és tovább mentem, de most, amikor ezt a nagy kitüntetést kaptam, akkor olyan csodálatos ünneplésben volt részem, hogy március 4-én kaptam a díjat, és 15-én Sopronban volt előadásunk. Sopron Orfeum volt a címe az előadásnak, három fiú, három lány játszott a 20-as, 30-as évekbeli jelenetek, sanzonok, én a Habos Üteményt énekeltem többek között. És ott engem a taps után fölköszöntöttek úgy, hogy a három fiú kiment, és három hatalmas csokorral jöttek be, és amikor csak a nyírőbe a kolléganőm csak bejelentette, hogy engedjék meg, hogy Pásztor Erzsit, abban a pillanatban ilyen csúszogás, és mindenki egy emberként fölállt, hát tiszta erővel úgy ordítottam, annyira sírtam, hogy azt hittem, az eszemet elvesztem, annyira gyönyörű volt az, ahogy fogadták ezt, és ez a három tróger becsúszott a lábomhoz a virággal, és ott így néztek rám, én meg mint Fedák Sáriót álltam köztük, és annyira boldog voltam, hogy nem tudtam betelni, és amikor már úgy, ahogy összeszedtem magam, és a sírásnak vége volt, akkor a közönséghez szóltam, és elmondtam, hogy nagyon szépen köszönöm ezt a szeretetet, ami árad önökből felém, és amikor nehézségeim voltak, mindig a közönség adott erőt. Úgyhogy úgy érezhetik, hogy ebben a díjban 100%-ig benne vannak mindannyian, mert nekem ők voltak a legnagyobbak, nem csak a soproniak, hanem mindenki, mert annak ellenére, hogy ugye karakterszínésznek mondhatom magam talán, sokféle szerepet játszottam, de hát mondjuk karakter. Akármilyen undok karaktert csináltam, valahol a közönség mégis mindig kedvelt, mert nem utáltak azért, hogy a szomszédokban például loptam, részeg voltam, meg zsaroltam őket, hanem valahol mindig kedvelt a közönség, és mindig szeretettel voltak velem. És itt, hát ugye itt tapasztalom a legtöbb szeretetet Újpesten, mert én ide járok rendszeresen a piacra, a patikába, a fogorvoshoz, a minden, meg én itt bonyolítom az életemet. És amikor a piacon azt mondják, már tovább mennek, és egy spéttel észrevesznek idős emberek, vagy fiatalabbak is, jaj, művésznő, de örülök, hogy látom, felségem örülni fog, ha megmondom, vigyázzon magára. Hát ez, hogy vigyázzon magára, ez azt jelenti, hogy szeretnek. Hát én nem hiszem, hogy ennél nagyobb öröm érhet egy színészt, hogy vigyázzon magára. Ugye ez azt jelenti, hogy ugye hát tudják, hogy öreg vagyok, de vigyázzak magamra. Ez nagyon jó dolog. Ez mi, azon gondolkoztam, hogy ez valószínűleg annak köszönhető a tehetségem, meg a remek szerepeken túl, meg több mint fél évszázados pályán valami magából áradó derűnek, vagy igen, humornak. Azt hiszem, hogy ez sokat jelent, amit szintén el szoktam mondani, hogy ez nem egy érdem, de megpróbálom a fiatalokat, amikor módom van rá, és körülöttem vannak egy darabban, vagy egy előadásban, akkor megpróbálom arra buzdítani őket, hogy lépjenek túl a dolgokon, hogy ne azzal kezdődjön a nap, hogy na nem, ezt kikérem magamnak, ez nem, hát én velemet, mert ez rossz,
ez sehova nem vezet. És ez gyűlik a sérelem, vagy a vélt sérelem, mert legtöbbször azért az van, na nem ilyen voltam én se, de a derű mindig megvolt bennem, és a bajaimat úgy meséltem el este a kollégáknak az öltözőbe, hogy bepisíltek a nevetéstől, és én ugyan a könnyeimet nyeltem, de már túl is voltam rajta. És soha az életben nem sírtam vissza azt, hogy jó, most jó, de milyen rossz volt nekem 5 évvel ezelőtt, vagy mit tudom én mikor. Nem, hát most például együtt voltam a Kerényi Imrével, ott Pécset, ahol ő a főzsűri egyik tagja volt. És ő volt az, aki a Madách Színházban azt mondta nekem 55 éves koromban, na, Erzsi, akkor maga most nyugdíjba megy, ugye? És néztem rá, hogy miért mennék? Hát én olyan típusú színésznő vagyok, aki halálomig játszhatok, ha tudok játszani, és a fejembe meg tudom tanulni. Hát mondom, jó, tulajdonképpen igen. Azt mondja, mikor tölti be az 55-öt? Hát mondom, szeptemberben. Na de hanyadikán? Hát mondom, 24-én. Azt mondja, akkor semmi akadály, hogy október 1-ével nyugdíjba menjen. Mondom, nincs, hát azon kívül, hogy éhen döglök, tényleg semmi nincs. Filléres nyugdíja, tehát a mai napig is filléres nyugdíja van. És soha nem harag. Én mindig ezt elmeséltem több helyen, ugye, azért előadtam őt egy párszor, és most a legnagyobb barátságban beszéltünk. Minden este megállapította rólam, hogy na, így kell kinézni egy színésznőnek, így kell fölöltözni, mert én szeretek szépen öltözni, mindig kis pénzből is úgy voltam, hogy én éreztem jól magam, ha én a színházba úgy, mert én máshova nem járok. Csak a színházban némelyik kollégám mondta, hogy hát így jössz be, hát hova megyek én máshova? Nekem az az ünnep, hogy én játszom. Mert elkényeztetve azért nem voltam a pályától, szóval soha nem voltam úgy, hogy jaj, nem bírom, mert annyit játszom. Voltak évek, hónapok, hosszú-hosszú hónapok, hosszú évek, amikor semmit nem csinálhattam, mert nem volt feladatom. Mi volt a Kerényi érve? Azt mondta, hogy pont 3 darab van magából. Na most ennél nagyobb sértést ugye nem kaphat egy színésznő. Nem kérdeztem meg, hogy ki az a 3, de ő elmondta. Ezt most nem akarom megmondani. De a falatta a másikat. Annyira meghökkentem is őt. Mi az, hogy meghökkentem? Kijöttem tőle, lementem a körútra, és egy ilyen postaláda, ahova leveleket bedobjuk, mentem, gyalog, és ráborultam egy ilyen postaládára, és úgy zokogtam, úgy sírtam, hogy azt hittem, a szívem kiszakad. És már majdnem a Nyugatinál voltam, mikor eszembe jutott, hogy a Hársfó utcába parkoltam. Kis trabantommal, úgyhogy visszanyalogoltam, lógó orral, jól kibőgtem magam, és aztán ment tovább az életem. Mit ad Úristen? A Berényi Gábor, aki egyébként végigkísérte az egész pályámat, mindig utánam nyújt, pont akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá, akkor a játékszínigazgatója volt, és meghívott engem MOM Csodás vagy Júlia című darabjára, amit Verebes István rendezett, és abban én Ivit az öltöztető társalkodón öltöztetőnőt játszottam. És egy kuplét énekeltem benne, amit a Verebes írt, ami arról szólt, hogy a rendezők kutyafülit se érnek, csak a színész az igazi. És ezt én függöny előtt énekeltem el egy esernyővel, egy turbánba. Bocsánat, de egy kicsit melegem van. És a premiéren olyan őrületes siker volt, hogy a játékszínben az első emeleten lépcsőn kell fölmenni, és ott vannak az öltözők, és én elénekeltem, és bravóztak, ordítottak, kiabáltak, és én fölértem oda, és még mindig a lábukkal donogtak, és kiabáltak, és akkor ott ugyanúgy, mint a levélszekrényre, ráborultam ott arra a korlátra, és annyira sírtam megint csak, hogy azt mondtam, Istenem, akkor én mégiscsak színésznő vagyok. Mert azt nem tudom elmondani, hogy milyen sikere volt annak az én előadásomnak. És ez megint erőt adott. Úgy történik tovább a dolog. 5 perc múlva a Kerényi meghív, hogy eljátszanám-e a Jentét a mármint nyugdíjas, kirugott színésznő. A Hegedűs a háztetőmben. És akkor én azt mondtam, másodszereposztásban mondta. Mondtam, jó. Nem volt magában az, hogy dehogy játszom? Ugyan, dehogy volt. Eljátszom, mondtam, majd én most megmutatom neki.
gondoltam magamban. És én megmutattam. Ugyanis soha életemben nem tudtam úgy tanulni, hogy előre nem tudok tanulni. Én mindig viszem a rendelkező próbán, lejárom, megjegyzem a helyeket, és szépen fokozatosan tanulom. Most kivételt tettem, és a nyári szünetben megtanultam a hegedűst. És megkomponáltam magamnak, hogy mit fogok csinálni. És az első rendelkező próbán próbaruhába, egy ominózus piros cipőbe, mert ez egy emlékezetes dolog, aztán a piros cipő, egy piros lakcipőbe, próbacipőnek vittem, és már a folyosón elkezdtem csattogni, kiabálni a szerepből kifolyólag, úgyhogy a kerényének tátva maradt a szája, mert az igazság az, hogy lehet különböző a véleményünk, lehet ilyen, lehet olyan, a tehetség az mese nincs. Ez ráharapott arra, amit én csináltam, és attól kezdve, hát én voltam a örökké a másik, az első szereposztás játszó színésznőnek folyton azt mondta, nézd az Erzsitát, azt nézd, hogy mit csinálod, azt nézd. Úgyhogy már kínos is volt, nem akarom hosszú lére ereszteni, a piros cipő bent maradt az előadásban, a próbacipő, amit a kislányom már kidobott, azért vittem próbára, már úgy szerelték rá a lábomra, mert az esküvőképben abba kellett nekem táncolni, mert megbolondult azért a piros cipőjér. És mind a két szereposztással én csináltam a Jentét sokáig. Aztán persze a másik színésznő is. De ez lett. És akkor ezt ugyanúgy elmesélem, semmilyen harag nincs bennem, semmilyen. Akkor készültem az interjúra, találtam a Sándor Erzsinek egy cikkét, pont erről szól egy részlet, amit kiírtam ide. Ismerős színésznő, az a címe a cikknek. Igen. Mégis kell lennie valamilyen jókedv hormonnak, amiből bizonyos embereknek annyi jut, hogy képesek által az őket érő sérelmeket, igazságtalanságokat, méltatlanságokat egyszerűen törölni. Pásztor Erzsi ilyen ember. Nagyvonalúan keresztül sírja, neveti magát minden őt ért méltánytalanságon, és ha mégis feldődik valami, mielőtt még megsértődne, szégyenkezve és bocsánatkérő mosolyog, hogy milyen nagy jelentőséget is tulajdonított ő magának. Így igaz, ezt merem vállalni. Lehet, hogy erre sokan azt mondják, hogy nem vagyok elég önérzetes, de én nagyon önérzetes vagyok, nagyon hamar a szívemre veszek dolgokat. De tudom azt, és ezért mondom, hogy a fiataloknak mindig azt mondom, írtsátok ki magatokból azokat a rossz érzéseket, végig visz a pályádon, és soha ne hasonlítsd magad senkihez. Nem mondd azt, hogy bezzegő, miért kap annyit, mikor én jobb vagyok. Persze, mi tudjuk, hogy mi jobbak vagyunk. Ez világos, de ebből nem fogunk habosítani, hogy... Mert akkor örökké rossz kedvünk lett, és soha életemben nem kérdeztem meg, hogy kinek mennyi a fizetése. De még azt se, hogy prémium, atya úristen, mikor még volt ilyen, hogy jutalmat kaptunk, mindig azt mondtam, jaj, de jó, hát mindegy, hogy mennyit kaptam, ez egy talált pénz. Soha az életben nem érdekelt. Nekem ne mondd el, ne, nem akarom hallani, mikor mondták, hogy te mennyit kaptam. Annyit, amennyire jól érzem magam. Nem akartam tudni. És ha erre rá tudnám venni őket, az anyukámnak volt ilyen természete. És én akkor gyerekkoromban ezt nem túl durcáskodtam, és mindig mondta az anyám, Erzsike, soha nem tudhatod, hogy kire mikor lesz szükséged. Az emberek egymásnak segíteni kénytelenek, mert egyedül nem boldogulnak. Ne légy undok, köszönj kedvesen mindenkinek, lehet, hogy soha nem találkozol vele, de lehet, hogy a következő létfontosságú dologba ő fog diszponálni fölötted. És ez hányszor eszembe jutott, hogy ez pláne a mi pályánkon. Pont a Berényivel, aki az első évben, amikor Debrecenben voltam színésznő, és mi hárman mentünk oda a főiskoláról. Hol István, aki a férjem volt, Dégi István, az osztálytársam, és én. És még a Harkányi Bandi, aki már előzőleg ott volt, de nekünk, négyünknek azt mondta a Berényi, lejött, megnézett egy előadást, és azt mondta, hogy így, ahogy vagytok, leszerződtetlek Szolnokra. És akkor én ugye, akinek a legnagyobb szája volt, mondtam, hogy Szolnokra? Csak nem képzeld, hogy elmegyünk Szolnokra hozzád, mikor itt vagyunk. Ugyan, de hogy... Mit ad Isten, a színetár, aki az osztályfőnökünk volt, fölvitt a Petőfi Színházba bennünket, ami a mostani Tália, ahol Istvánt meg engem, és két év múlva megszűnt a színház. Bezárt, vége, utcán voltunk.
mit ad úristen, hazamentem, lefeküdtem, mert ideglázam volt, bebújtam az ágyba, férjemnek előadása volt, még játszott, és fölhívott telefonon, hogy előadás végére gyere be, mert itt a Berényi. Akit előzőleg kikacagott, hogy dehogy megyek én Szolnokra. És akkor fogta a táskáját, a Berényi, megnyomta rán a szemüveget, és azt mondta, véletlenül van nálam két szerződés. Oh, és én boldogan aláírtam, és egy percig nem voltunk szerződés nélkül. És ezért mondtam, hogy a Berényi mindig végig kísért engem, hogy mindig utánam nyújt olyankor, amikor a legnagyobb. És akkor én fiatal színésznő voltam, és megtanultam ezt, egy életre megjegyeztem, hogy soha nem mondok ilyet, hogy hogy mennék én Szolnokra, amikor Debrecenben vagyok. Mert nem tudhatjuk, hogy mi történik. És a sértődés az pokollá tudja tenni. Hát meg az ivás, ez a két dolog van, amitől el kéne kerüljenek a fiatalok a közeliből is a dolognak, és akkor úgy, ahogy, mert könnyű pálya nem létezik. De akkor ezek szerint nem is szokott azon fundálkodni, vagy teljesen fölösleges, hogy hát miért is, vagy miért nem volt egyenesebb ez a pálya? Ja, nem, mert nekem ez volt megírva, és nem cserélnék senkivel. Mert ha a tehetséget veszem, nem az, hogy nagyképű vagyok, bocsánatot kérek, de az, hogy mindig világéletemben úgy éreztem, hogy sok mindenben nem vagyok versenyképes. De a színpadon bármikor, mindig. És ez nagy dolog, mert ez az én szakmám. Ez nagyon jó érzés, nem? Hát nekem csodálatos, és ez tud engem átsegíteni, szóval nekem ezért nem kell irigykednem. Legfeljebb arra irigykedhetnék, hogy az én szerepemet ő kapja meg, mikor én jobb lennék benne. Ilyen volt sokszor a pályámon. De ha én arra mind ugrottam volna, akkor valami történt volna velem, akkor keserű lennék, akkor elvesztettem volna a humoromat, akkor nekiálltam, főztem jókat, vártam a férjemet haza, aki játszott éjjel-nappal, operettbe, mindenbe, pécsi balettel fellépett. A világon mindent csinált, és én meg főztem, kis köténykémbe szaggattam a nokedlit, a izét. Gyerekemet vittem az óvodába, meg haza, meg vissza, és valahol a lelkem mélyén tudtam, hogy egyszer valamikor, és amikor én megkaptam azt a szerepet, ezért nem engedtem el soha magam, mert jó pár évvel később valaki megkérdezte tőlem egyszer egy ilyen beszélgetés alatt, hogy és hogy volt az, hogy akkor készenlétben volt. Készenlétben voltam, mert tudtam azt, hogy nem engedhetem el magam, mert ha jön valami, akkor mi van, ha nem tudom megcsinálni? Az nem fordulhat elő. És mindig jött valami? Mindig. Mindig. És ugyanígy voltam a privát életben, pedig a soha nem volt sok pénzem. De az anyukám mindig azt mondta, Erzsike, téged a jóisten mindig meg fog segíteni, mert annyira jó szívű, mindenkinek adtam. Valaki azt mondta egy pulóveromra, hogy jaj, de gyönyörű, szeretnéd? Tessék, legyen a tied. Ez nekem soha nem jelentett gondot. És ez is valahogy mindig kárpótlódott, mindig, valami mindig jött. Már én annyira biztos voltam benne, hogy én Kossuth díjat soha az életben nem kaphatok, hiszen tudjuk, hogy a díjakat nem csak úgy adják, hogy na, fölterjesztjük, és akkor tényleg ez jó színésznő, adjuk oda neki. Nem, ott verekedés folyik. Ott aki fölterjeszti azt, az harcol azért. És aki ezt, az ezért. És akkor ott összecsapnak, a erősebb kutya ugat, tudjuk, ez mindenben így van. Úgyhogy én erről letettem, hogy azt én nem kaphatom meg. És amikor megkaptam, hát nem tudok betelni vele. Ez kicsit egy ilyen, bocsássam meg, picit egy ilyen, tudom, lehet, ez rossz szó, de kicsit elégtétel is ezekért a dolgokért. Hát van jó oldala a dolognak, olyan is. De az a kevesebb. Az a kevesebb. Mi a több? A több az, hogy olyan boldogságot ad nekem ez, hogy soha nem hittem volna, hogy valaminek ennyire tudok örülni még. Mert a természetem, mondom, ilyen, hogy vidám vagyok, ugye, ezt nem lehet csinálni, ezt nem lehet, ezt érzi a közönség, érzi az, aki a közelemben van, ezt érzik az emberek. De reggel, amikor fölébredek, és ugye mindig örömmel konstatálom, hogy még élek, és milyen jó, hogy süt a nap, vagy nem süt a nap, most ezért jó, most azért jó, és magamban van egy olyan jó érzés, hogy na, és akkor mondom, hát mi a fenének örülsz, te Erzsike, te veled már nem történet semmi jó. És igen, történt.
Történt az, hogy például meghívtak erre a posztra, most a Kossuth-díjról nem beszélek, mert az igen. Azt én minden nap üdvözlöm, ő ott van nekem a könyvszekrény tetején, Lajcsi egy kalappal áll, és szervusz, mondom neki, mert tegeződünk most már, én olyan öreg vagyok, hogy mindenkit letegezek, és akkor örülök. És én tudom, hogy a kollégáim ezzel úgy vannak, akik Kossuth-díjasok, hogy na jó, erről nem beszélt. Beszélni én se beszélek róla, csak érzem. És ez egy jó érzést ad nekem, ez egy jó... Hát neked benne... kérdezem. És ebben benne van az elégtétel, és az is, azért a sok nyomorúságért, amit úgy olyanok, akik azóta már nincsenek is a pályán. És nem kívántam, olyat soha nem kívántam. Mondtam a magamért, és gyalászkodtam kegyetlenül, de igazán rosszat soha senkinek nem akartam, és ha olyasmit tehettem volna, hogy ártalmára, azt soha nem tettem meg, mert az nem az én stílusom. De van bennem mégis egy olyan elégtétel is, hogy igen, jó érzés nekem ez, hogy igen, én megkaptam, ha későn is, mert azt mondják sokan, jó, de már mikor meg kell, és én most örülök neki. Mielőtt elkezdődött az interjú, beszélgettünk Pécsről, és a Sólyom Kati kolléganőjéről mesélt, aki Jászai Díjas színésznő, és Pécset együtt játszottak annak idején, és nem érték el egymást a Kossuth-díj átadásnál. Gratulációra, és akkor annyira kedves dolgot hagyott nekem a rögzítőmön. Én ahányszor hívtam, mindig csak a fiával tudtam beszélni, most tanít, most itt van, most ott van, hát nem tudom elérni. És ő se engem. És végül Sopronból jöttem haza egy előadásról éjszaka, és bekapcsolom a rögzítőt, és ha azt hallom, Sólyom Kati azt mondja, na most már úgyse tudunk találkozni, akkor elmondom, amit már régen el kellett volna mondanom. 44 évvel ezelőtt szerződtem Pécsre. Amikor téged megláttalak a színpadon, azt mondtam, ez egy Kossuth-díjas színésznő. De hogy erre 44 évet kelljen várni, ez gyalázatos. És ez hangosan fölröhögtem az éjszakában, mert ez annyira kedves dolog volt. Most a poszton megköszöntem neki, hogy ez külön, ez egy gyönyörű ajándék volt nekem, és ez azóta is bennem van, és mindig örömmel. Szóval ezek a dolgok fontosak nekem, az én életemben. Ezek a kis apróságok. Más ember lerázza magáról, és erre szeretném a fiatalokat buzdítani, hogy ragad meg azt a pöttyöt, mert csak pöttyök vannak a mi életünkben, hiszen annyira mulandó minden. 5 perc múlva azt se tudják, hogy én színésznő voltam. Elmesélt két sírós történetet is, az érzelmeit mindig ennyire szabadon engedi? Igen, hát nem szégyellem, most már nem. Azelőtt azért rösteltem, a férjem mondta mindig, hogy 21 évig éltem együtt a férjemmel, és 21 év az nagyon nagy idő, alkoholból kifolyólag váltunk el. De hát ugye ő volt a gyerekem apja, és hát ismert, főiskolára együtt jártunk, és mindig azt mondta, édesem, te kiadod magad, ez rettenetes. Mindenki tudja, hogy örülsz, mindenki tudja, hogy szomorú vagy. Mindenki tudja. Igen, nem érdekel. Soha nem érdekelt. Abban a pillanatban, amit érzek, elengedem magam, de én már ki is adtam. A jókedvemet is átsugároztam másokra, mert olyan sokszor mondták szinkronba például reggel 8-kor kezdődött a felvétel. Mindenki cvíder volt, ülő, fiatalok, undokok, aludtak. Én bementem 2 perc múlva, mondtam valamit, és mindig azt mondtam a kollégáknak is, hogy nézzétek meg, hogy nincs is ilyen szakma, ahol ennyien összejövünk korán reggel, és valaki mond valamit, azon röhögünk egyet, a másik tovább mondja, és már jól érezzük magunkat. Hát ezt kell kihasználni, ennek kell örülni. Az meg, hogy elsírom magam, hát igen, ez nyilván most már talán még a korom is belejátszik, mert most már az örömömben is. Például ülök a nézőtéren, és látok valami jót, elsírom magam. Vagy tapsol a közönség, és meghatódom attól, hogy ő neki ott hogy tapsolnak. Vagy mindig a Tolnai Klárival játszottam, és imádta a közönség. Imádta. És én... Mondom, nem érdekel engem, mert elég csípős megjegyzéseket tett rám, mondjuk az egyik darabnál több alkalommal. Először belebetegedtem, aztán itt be, ott ki, és akkor mindig mondtam, nem érdekelsz, Klárika, nem érdekelsz. Majd amikor meghallottam, hogy zúg a taps, és ahogy ő meghajolt, hát annyira elkezdtem sírni, hogy Istenem, de jó neki, hogy így imádják, és milyen igaz, mert olyan elegánsan játszik, és olyan jó. És mondom, hát ülje vagy, Erzsike, megint.
Hát most megint beleugrottál a csőbe. És akkor rájöttem, hogy én ilyen vagyok. Ez a szomszédok azért, ez a Janka néni, vagy Janka, ez egy olyan szerep volt, ami... Ez egy jó szerep volt. Nagyon jó szerep volt, de hogy azért ez egy... Ez egy undok volt, aha. Igen, és akkor is nem találkoztam azzal, hogy legyaláztak volna a közönség. Viszont hanem, azt még mindenki nézte. És mindenki nézte, és őt, hát én magam is most, mikor már harmadik, nem tudom, mert akkor, amikor először ment, ugye én mindig ennyit tudtam belőle, amennyit én megkaptam, egy papíron megkaptam a szerepemet. Annyit tudtam belőle, és majdnem minden este játszottam, tehát soha nem láttam. Most viszont valamelyik nyáron, vagy tavasszal kezdtem el nézni, és minden édes, drága kollégám, akik igazi színészek voltak, fölordítottam otthon, hogy milyen boldogság látni őket. Ugye, hogy ez nagyon-nagyon jó érzés. De az se történt meg ez a, hogy a színpadon kiabáltak föl a nézők? Vagy, nem. Vagy súgtak össze, hogy itt a Janka is, nem azért Pásztor Erzsi? Nem, de azért megismer. Sőt, érdekes mert ez, módon... bocsánat, csak ez sok színésznek végkövette. Nem. Kulkának is sokáig mondták, hogy Mágerheim doktor. Igen. Mondják nekem, hogy jaj, itt a Janka néni az utcán, de úgy színpadon nem. Az nem fordult velem elő. Viszont nem tudom, valamit akartam mondani ezzel kapcsolatban. Nem tudom. Hogy ez meghatározó volt ez a sorozat a pályáján. Hát az ismertséget hozta meg. Ja, igen, tudom, azt akartam mondani. Engem általában inkább a hangomról ismernek meg. Ez egy furcsa dolog, mert az utóbbi időben nem is szinkronizálok. Mert most már ott is elég gyakran az utcáról mennek be. Tényleg rájuk csapta az ajtót, és azt mondta, hogy nem? Ezt olvastam valahol. Nem rájuk csaptam, hanem azt mondtam, hogy most már miután 25 éve ugyanannyi a gázsim, 100 forintot kérek szépen emelést. És akkor azt mondták, nem, hát azt nem tudjuk megadni, nem, hát akkor nem jövök. Csak akkor én Szegedre jártam, és akkor nekem nagyon jó gázsim volt ott, és azt mondtam, nem, na bum. És a Józsi megjárt a székhelyét. Mondom, hát meg vagy te hűlve, te jársz föl szinkronizálni innen. Azt mondja, anyukám, mit tudom én, mi történik az életben? Lehet, hogy nem marad nekem más, csak ez. És ezen úgy elgondolkodtam, és akkor egyszer az egyik gyártásvezető, Pálinkó Mari, így hívták, egy nagyon édes, fölhívott, és azt mondta, már nem dolgozik, de akkor még dolgozott egy pár éve, és azt mondta nekem, Erzsike, most meg tudnám neked adni azt a 100 forint pluszt, elvállalnád szombaton? Mondom, te drágám, neked még anélkül is elvállalnám, ha itthon vagyok, persze, hogy megcsinálom. És megcsináltam. De való igaz, hogy volt az ajtócsapás, ez megint a színész történetek, hogy megtörtént az is, de nem így velem, és nem. Szóval, és nem ott, de amúgy minden stimmel. A stúdióban voltunk a Duna TV-ben, és ugye időre vagyunk beosztva, és mit tudom én, nekem mondjuk 3 óra, már nem emlékszem az időpontra, hogy nekem 3-tól van 5-ig felvételem, és közben a színésznő, egy másik fiatal színésznő jött, és hát lassú volt a felvétel, és azt mondja nekem, hogy engedjem előre, mert neki próbája van a színházban. Mondom, dehogy engedlek, ne haragudj, hát miért nem jöttél előbb? És ott egy kicsit vitatkoztunk, majd azt mondtam, miért vagy annyira oda? Hát úgyis mindig elkésel. Mert ugyanis a Madách Színházban meg egy darabban játszottunk, és volt, hogy be se jött. És dühömbe mondom, jó, menj! És kimentem és a vasajtót behúztam, és az ajtó rácsapodott az ujjamra. És akkor mondom, Erzsike, ahányszor gonosz vagy, a jó Isten mindig így büntet. Mert való igaz, hogy megtörtént, hogy hát majdnem leesett a körmöm utána olyan, előre engedtem a lányt. Egy más alkalommal a színpadon, ugyancsak az őrkényszi, akkor még Kismadácsban történt, hogy odasúgtam a csűrösnek, az egyik kolléganőr, hogy figyeld meg, ha mindjárt elesik. Abban a pillanatban beleakadt a cipősarkamon. A két gerenda közé, kiléptem a cipőmből, és csak a jó Isten óvott meg, hogy nem mentem bele a közönségbe rá, mert ott térdre estem csak, és a cipőm ott maradt, úgyhogy mezitláb hajoltam meg, és aztán visszafelé húztam ki. Úgyhogy én már tudom, hogy én nem teszek megjegyzést, ilyeneket már nem csinálom. Most eltérítettem, azt kezdte el, hogy érdekes, hogy a szinkronból ismerik az emberek, vagy hogy a hangját ismerik. Igen, mert azt előbb megismerik, hogy mit tudom én, valakinek a feje fölött odaszólok, hogy csak megkérdezném, hogy van-e aspirin, vagy mit tudom én.
És akkor az ott hátra néz, azt mondja, az, akire gondolok? Hát, mondom, attól függ, kire gondol, igen. Ha arra gondolok, a színésznő, jaj, de szeretem. És akkor mindjárt azt mondják. És nekem ez azért furcsa, mert ugye én másképp hallom az én hangomat, és olyan sokan mondják, hogy nagyon szeretik a hangomat. Itt pont Újpesten egy patikában jött ki egy hölgy, egy idősebb hölgy, és azt mondta, akkor még nem volt Kossuth díjam. Azt mondta, művésznő, én magának már a szinkronjaira is Kossuth díjat adnék. Mert hogy érdekes mód, és akkor mindig ezen úgy elcsodálkozom, hogy milyen érdekes. Vajon ők hogy hallják az én hangomat? És akkor így a sógornőm, vagy valaki a családból mondja, hogy igen, neked egy érdekes hangod van. És van, aki ezt szereti. Uh-huh. És akkor ezért mondják ezt. És hát ez is egy jó dolog. Alátámasztatom egyébként, abszolút. Ez is jó dolog. A Szomszédok Jankáján kívül furcsa, hogy most kiírtam itt egy-két szerepet, de nem is sorolnám ezt, de ugyanakkor az Örkény Macska játékának a Orbánnéját. Igen, hát az volt nekem a mindenem, az uh-huh. tulajdonképpen most volt éppen a 100 éves születésnapja Örkény Istvánnak, és a Pesti Színházban a Radnóti Zsuzsa, az Örkény özvegye meghívott engem is, hogy lépjek föl, mondjak el egy monológot, ő látta. Itt Újpesten is látta, és én az IBS-ben is játszottam, de én a pályám elején, illetve hát nem éppen az elején, hanem Pécset 36 éves koromban játszottam először. Hát pont ez a furcsa, hogy akkor játszott, aztán utána a szerephez közelített utána. Igen, ez volt az érdekes, és ezért azt mondtam, hogy szívesen föllépek, de nem szeretnék monológot mondani belőle, mert az olyan ugye, hogy a közönségnek nincs eleje, nincs vége, az egy kiragadott dolog. De mondom, írnék egy levelet az Örkény Istvánnak. Jaj, nagyon te, elmondtam, hogy mit. Mert ugye levélváltás van a darabba végig a két testvér között. Mondta, jó. De a Marton, aki rendett, Marton László, aki rendezte ezt az estet, azt mondta, nem akarja a levelet. Nem tudta, miről beszélek. Mondtam, akkor nem lépek föl. Vagy elmondom a monológot, de csak akkor, ha elmondhatom ha felolvashatom a levelet is, amit írtam már akkor. Jó. Hát aztán így is történt, hogy elmentem, és ott elmondtam egy monológot belőle, az ügyelőnél ott hagytam a levelet, és amikor megtapsolták a monológot, mert hát azért az olyan, hogy álmomba fölébresztenek, és tudom folytatni, akár a Gizájét is, nem csak az enyémet. És akkor tapsoltak, szépen kisétáltam, még mindig tapsoltak, kézbe vettem a levelet, visszasétáltam, még megvártam, amíg elül a taps, és akkor azt mondtam, hogy írtam Örkény Istvánnak egy levelet, ha megengednék, ezt most felolvasnám. Kis zörej, ugye, mert hát azért ismerték a darabot, tudják, hogy ott levélváltás volt. És akkor hát kívülről is tudtam, de felolvastam a levelet, hogy drága István, örülök, hogy nyilvánosan is megköszönhetem azt a csodás szerepet, ami végigkísért a pályámon. 36 éves voltam, amikor először, és 75, mikor utoljára játszottam. Három különböző rendezésben, de mindig jobban és jobban szerettem. Már az elsőnél is tudtam, hogy nekem írta a szerepet, de azóta ez meggyőződésemmé vált, biztos vagyok benne. Mert hiszen bárhol láttam kiírva, vagy csak hallottam, hogy bemutatják a Macskajátékot, mindig döbbenten kérdeztem, hogyan lehetséges ez? Hát én nem vagyok benne, akkor pedig az az előadás nem is létezik. Éppen ezért most megkövetem minden kolléganőmet, akiket ezzel megbántottam. Az élőktől és a már eltávozottaktól is bocsánatot kérek. Önnek, kedves István, még egyszer szívből köszönöm, nagy szeretettel és nagy-nagy tisztelettel. Özvegy Orbán Béláné, Csatárka utca 20. És ez egy nagyon kedves, én úgy gondolom, nekem ez egy nagyon kedves dolog volt, és hát a közönség is élvezte ezt a kis rövid levelet, és én így is érzem, hogy én nekem igen, én voltam Orbánné. És ebből kivettem a részem, és én magam mondtam, hogy vége, mert csak úgy lett volna már, játszhattam volna tovább a Turai Ida társulatnál, de mit tudom én, évente háromszor, szóval két-három havonta egyszer, azt már ne, az olyan nagy készenlétet igényel az embertől, hogy azt
azt nem vállaltam. Akkor inkább elbúcsúztam tőle, és hát valóban sokszor játszottam, és imádtam a szerepet. Beszélgetésünk elején még Pécs változásairól beszéltünk, de közben Újpest is sokszor szóba jött. Újpest mennyit változott? Aj, sokat, hát nagyon sokat. Bár meg kell mondjam, hogy abban az időben, amikor én kislány voltam, akkor itt azért remek élet volt nekem. Mert fodrásznő volt az anyukám, és egy olyan utcában volt a fodrászüzletünk, amit most hiába is mondanék, mert az eltűnt az az egész rész. Ott nincs új lakótelep lett ott. Egy kereszt volt az Árpád úton, és az volt a később lett Mártírok kutya, aponya, Gróf aponya Albert utca volt, az volt, ott volt az üzletük. Mi az Árpád úton laktunk a Dunánál, és hát itt jártam iskolába, ugye itt érettségiztem a Kanizsai Dorottyában, és a főiskolára is innen jártam, sőt, hát én már színésznő voltam, még mindig itt laktam, csak nem olyan, hát most már azért egy jó pár évet, magamat elfelejtem, hogy már hány száz éves vagyok, hogy Angyalföldön lakom, de Újpest meg Angyalföld nekem mindig is egybe volt, és azóta is egybe van, mert hiszen ide járok. És miután az anyukám iparos volt, akkor volt ilyen, hogy ipartestület, és az egy olyan csodálatos dolog volt, hogy nem úgy voltak az üzletek, mint most, hogy mindenki a mindenkinek az ellensége volt, hanem összejártak. Ott közösen voltak oda az ipartestületbe, jártak, és akkor utána elmentünk együtt vacsorázni, voltak különböző helyek, Brunowski, meg nem tudom, hát fantasztikus jó volt, mert kisgyerekként ott szaladgáltam a többi fodrászoknak a gyerekeivel. És hát nagyon jó, nagyon jó. Nekem nagyon jó életem volt, úgy gondolom, a háború ellenére, mert hát koldus szegények voltunk, és hát Citromot már csak majdnem felnőtt koromban láttam, meg ilyesmit. Ezt ma már hiába mesélném. Hát az én gyerekemnek, mikor 56-ról beszéltem, akkor azt mondta, persze, hát tudod, ki ment volna fölvonulni, tudod mikor? Persze. Ez már egész más, ugye, más élet van. De szóval akkor nagyon-nagyon élveztem én azt az életet is, és most meg nagyon örülök mindennek, ami itt fejlődött, mert hát az az igazság, hogy itt gyönyörű fejlődés volt, gyönyörű, szép lett minden. A nagyanyámék is itt laktak családi házban, és az megmaradt, az unokabátyám ott lakik, úgyhogy én oda is járok sűrűn, és ő velük is a piacra együtt járunk. Hát szóval ez megmaradt, ezt nem lehet elvenni. Ha tehettem volna, és módom lett volna rá, akkor visszaköltözöm ide. De annyi pénzem soha nem volt, hogy elcseréljem egy olyanra, amiben szerettem volna. Mert az Árpád útról elmentem azért, mert a gyerekem elment Magyarországról, és az egy nagy lakás volt, és bár ugyan beleöltem rengeteg pénzt, de ott nem tudtam volna élni. Már anyámmal éltem ott és a kislányommal, és az nekem nem volt jó, emlékileg meg sehogy, az nekem nem. És akkor elmentem egy Angyalföldre, egy panelt vettem, ugye, és ott lakom, de ha cserélnék, akkor már nem abba mennék. Ezt ott megcsináltam magamnak az én kis fészkemet, és nagyon jól el vagyok, de annyi nem vagy. És most meg már úgy vagyok, hogy ott el vagyok, amíg vagyok. Hát nekem mosoly csalt azért az arcomra végig. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.